Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim, eukarisztikus világkongresszusra készülünk most már évek óta, és így elhalasztva is, mindig azt a nagy ajándékot és örömet hangsúlyozzuk, hogy az Úr itt maradt, az eukarisztiában leghatékonyabban, ebben valósult meg leginkább az az ígérete, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A mai nap azonban azt ünnepeljük, hogy eltávozott a tanítványok közül, visszatért az atyai házba, mennybe ment. Itt a földi életének, nyilvános működésének a lezárásáról van szó. Jézus Krisztus, mint második isteni személy, emberi testet öltött. Láthatóvá tette magát, beszélt, járt, kelt, tanított, köztünk élt, és még a föltámadása után is megdicsőült teste emlékeztetett földi testére, hiszen valljuk a megdicsőült test föltámadását. Azzal tért vissza az atyai házba. Nagyon sok keresztény hívő úgy képzeli, és erre még a Szentírás is, minthogyha hozzá segítene, hogy megy föl, felhő takarja el a szemük elől az Úr Jézust, hogy valahol a menny a felhők fölött van, és miután nagyobb ismeretünk van már a világegyetemről, mint a korabeli embereknek, valahogy a világűrnek valamely részével azonosítja az ember. De nem így van. A menny az Isten természet fölötti léte, önmagában való léte. Hát annyi minden van ebben a világban, ami kívül esik az érzékeinken. Hát ez a digitális világ jó példa erre. Ebben a pillanatban is fölveszik a mostani szentmisénket, és a világ távoli táján szinkronban láthatják. De hogy megy oda az a kép, az a hang? Hát az nem látható, pedig ez egy fizikai valóság. Az Isten természet fölötti létére mondja a Szentírás, hogy az a menny oda ért, abba alakult át, és oda megyünk mi is. És még az is emberi kifejezés, hogy az atya jobbjára ültette. A diplomáciában nagyon fontos szerepe van az ültetésnek. Jobb helyeken még ki is írják, hogy egy díszes ebéd alkalmával ki hol foglal helyet. Márpedig aki a gazda jobbján, a meghívó jobbján foglalhat helyet, az a legkiválóbb a meghívottak között. Isten jobbján foglal helyet, megdicsőítette az Atya Jézus Krisztust emberségében is. Istenségében öröktől egy volt vele. És azt is mondja a Szentírás, hogy minden hatalmat neki adott. Az Isten a világ ura, a látható és láthatatlan világnak, de ura még a történelemnek is.
amiben benne van az ember szabad akarata. Mert az, hogy a fizikai világban, ahol szigorú törvények uralkodnak, annak ura Isten, az magától értetődő. De hogy annak a történelemnek, amiben benne lehet a bűn, benne van az ember szabadsága, ennek is ura, ezt is vallanunk kell. Vagyis az Isten nem vallhat kudarcot. Sok mindent megengedhet, még egy ilyen világjárványt is, amiben most szenved az emberiség. És ki tudja még mi lesz, és mik voltak. Ez belefér Isten megengedő nagy uralúságába. De nem vallhat kudarcot a teremtés, és egyszer ő fogja összefoglalni. Úgyis, mint bíró, úgyis, mint aki atyai házat készít az embereknek. És hát a végső cél, az üdvösség oldja föl azokat a nehéz kérdéseket, amit mi most fölteszünk, hogy miért engedi az Isten, miért van ártatlanok szenvedése. Toldozni, foldozni lehetne az életünket, úgy mindig ki lehetne menteni, de ez egy ideglenes megoldás lenne. Az Isten radikális és gyökeres megoldást ad, az üdvösséget. És ez az ünnep egyfajta lezárás és megnyitás. Lezárja Jézus nyilvános működését, és megnyitja az egyház történetét, amely történelem már akkor elkezdődött. Mindig mennybe menetel napján szoktuk olvasni az apostolok cselekedetének az első fejezetét. Ugyanis ott az író Lukács evangélista elmondja, hogy első könyvemben, azaz az evangéliumban mi mindent tett Jézus, és mi volt működésének a fő értéke. És most pedig a második könyvben egy hosszabb időszakot vett figyelembe. Így mondja a Szentírás tudás, tudomány, hogy valószínűleg ez a Teofil, ez egy Rómában élő, pogányból keresztényi vált ember volt, aki nagyon érdeklődött. És ezért Lukács már az evangéliumot is neki címzi, az apostolok cselekedetét, azt a egy-két évtizedet is már leírja, de később jutott el Teofilhoz, eltelt már legalább 40 év Jézus föltámadásától, hanem 50, és abban sok mindent olvasunk az apostolok cselekedetében. Elsődlegesen Szent Pál útjai vannak, de benne van az ősegyház kezdődő élete, és benne van az is, hogy mennyi küzdelem volt, mennyi emberi gyarlóság, és mennyi érték. És ez fog folytatódni, mert Jézus meghagyta, hogy legyünk tanúi, és mi is tegyük tanítványokká az embereket. És ennek mi a tartalma? Az Isten országának kifejtése és megélése. Nyilvános működése idején is sok példában erről tanított, cselekedetei. És végül is, mint ahogy Origenész egyházatja mondta, önmaga volt az Isten országa.
És abban a 40 napban, amit még eltöltött a tanítványokkal, beszélt nekik Isten országáról, amit majd beteljesítve oda átlátunk, de azért küzdeni és fáradni kell. Ő mondja azt, hogy keressétek elsősorban Isten országát, és azt is, hogy Isten országa erőszakot szenved, és erőszakosok ragadják el azt. Vagyis, hogy küzdeni kell érte. És ez az egyház történelem, ez egy, nem egy könnyed történelem. A Jelenések könyve vizionálva leírja, de ezt megtapasztaltuk. Szent Ágoston nagy egyházatya abban a korban élt, amikor felszabadult a kereszténység már, de azért még sok lehúzó erő volt a múltból, és sok újabb kérdések merültek föl. Föltették neki azt a kérdést. Ha most már itt vannak a keresztények, akik szabadon gyakorolhatják a vallásukat, miért van az, hogy Rómára rátör az ellenség? Hogy járványok vannak, hogy baj van? Hát megengedi az Isten? És ekkor írja meg a Civitate Dei nagy művét, több kötet, az Isten városáról, hogy egy nagy küzdelem folyik a világosság fiai, az isteni életet élni akarók és a világ fiai között, akik a pillanatot nézik, a hasznot, vállalják a háborúskodást és minden más bűnt is. És azt mondja Szent Ágoston, a római birodalmat a háborúi teszik tönkre. És megválaszol azon a szinten, hogy ez a küzdelem nem fog véget érni. Ezt tapasztaljuk mi is, hogy ezt az időszakot, ami az egyház időszaka, küzdelmekkel kell megélnünk. Csak hogy a mennybe menetel, éppen megmutatja a végső célt, hogy az az Úr Jézus végső életformája emberi testében, és a miénk is az lesz. Milyen jó, hogyha így vesszük a nem hívő és hitetlen ember és hívő ember között, a történelem szemléletben éppen ez a különbség. Hogy a nem hívő ember azt mondja, hogy nincs értelme a történelemnek. Háborúknak, küzdelmeknek, emberi gonoszságoknak az ideje, s jaj a legyőzötteknek, mindig a győzők írják a történelmet. A hívő ember azt mondja, hogy Isten egyenesen tud írni görbe vonalakon. Nem a győzők írják a történelmet, hanem Isten. És végül is minden nála foglalódik össze majd, akkor, amikor új ég és új föld lesz. És a mennybe menetel ezért megadja a végső célt mindannyiunk számára. De ez nem azt jelenti, hogy feledkezzünk meg a földi feladatokról. Sőt, ellenkezőleg, még nagyobb felelősséggel. Mert a nem hívő ember mondhatja azt, hogy együnk, kigyunk, hónap úgyis meghalunk. A hívő ember azt mondja, hogy építem az Isten országát. Az a két férfi, aki megjelent Jézus mennybe menetelekor, azt mondta az apostoloknak, mit álltok itt égre tekintő szemmel? Most már menjetek, meghagyta Jézus. Menjetek el az egész világra, tegyetek tanúságot rólam, tanítsatok, kereszteljetek, dolgozzatok. Maga Szent Pál mondja, aki nem dolgozik, az ne is egyék. Aki nem akar dolgozni, az ne is egyék.
feladataink vannak, éppen az üdvösség ad neki nyomatékot. De valahogy a mai időkben, amiben élünk, lehet, hogy éppen fordítottját mondaná az a két férfi. Most már egy kicsit tekintsetek fel az égre is. Mert egyrészt, ameddig jó sora van az emberiségnek, a világ színes forgatagában mindenről elfeledkezik. Félő, hogy a járvány után is elmúlik, minden marad a régibe, elfeledkeznek az emberek arról, hogy hogy meg voltak ijedve. A másik pedig beleragad a földi feladatokba, nem csak egyfajta munkaalkoholizmusba, hanem a gondokba, a bajokba, nem lát ki belőle, és egy ilyen lehangolt, depressziós módon élt. Mennybe menetel ünnepe, az fölemeli a fejünket, fölemeli a szívünket, emberi létünket, hogy minden baj ellenére megvan a végső célunk, megvan a reményünk. Minden szentmisében a prefáció előtt van egy párbeszéd a hívek és a pap között, most is lesz. Jobban figyeljünk rá. Emeljük föl szívünket, legyen a válasz, fölemeltük az Úrhoz. Amen.